A honvédelem ügye sokak számára fontos Székesfehérváron. Szoros kapcsolat alakult ki az összederő nemi parancsnokság, a rendvédelmi szervek, az oktatási intézmények, a civil szervezetek és a helyi sajtó képviselői között. Természetesen a 2013-as évben is vannak feladatok és tennivalók. 13-as év Székesfehérvár életében is, és az itt szolgáló katonák életében is egy rendkívül kiemelt év lesz, hogy találkozzunk, ismét beszéljük át az élményeket, és hát a 13-as év eseményeit úgy szervezzük, úgy készítsük elő, hogy még többen csatlakozzanak hozzánk ahhoz a körhöz, akik a honvédelmét a Magyarország, a magyar identitás érdekében mindent meg szeretnének tenni. A honvédelem ügyének támogatóit gála műsorral köszöntötték, a helyőrségi zenekar mellett fellépett a Prima Primissima díjas honvéd együttes tánckara és zenekara is. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör elnökeként dr. Cserpalkovics András a honvédség nélkülözhetetlenségére hívta fel a figyelmet. Ez a város nem lehetne több mint 1000 éves, nem lehetne királyi város, nem lehetne koronázó város akkor, ha az adott korban, az adott időben nem lettek volna katonák, akik támogatták, segítették a kor azon szervezeteit, akiknek egyéb feladataik voltak. A program nem titkolt célja az együtt gondolkodás mellett a honvédelem ügyének erősítése is.